A legjobb árakért és kedvezményekért látogassatok el az Eneba oldalára, ahol a Dani Gaming kuponkóddal 3% kedvezményt kaphattok bármely vásárlásatoknak a végösszegéből, a linket pedig megtaláljátok a leírásban. Sziasztok srácok, ismét itt vagyunk egy GTA Online heti frissítéses videóban, azonban még mielőtt belevágnánk, szeretném megkérdezni minden kedves nézőmtől, hogy a ma megjelent GTA trilógia játékokat szeretnétek-e látni a csatornán, akár streamek, akár pedig videók formájában, vagy sem, hogyha igen, akkor miért, hogyha nem, akkor pedig miért nem, kérlek írjátok le kommentben, kíváncsi vagyok a véleményetekre, szeretném tudni, hogy lenne úgymond kereslet ezekre a tartalmakra, köszönöm szépen előre is, és akkor térjünk is rá a lényegre, a heti frissítésre. A jelenlegi hét november 11-től november 18-áig fog tartani, úgyhogy eddig lesz lehetőségetek kihasználni mindent, ami majd elhangzik ebben a mai videóban. Mindenek előtt kezdjük azzal, hogy jött bejelentkezési bónusz, ismételten, hiszen múlt héten is volt, egy újabb felsőt, most a Wasted Tea nevezetű pólót kapjuk meg ingyen, illetve a Banshee Racing Liveryt, a Banshee gépjárműre, úgyhogy ezeket szerezhetjük meg ingyen, ehhez csupán annyi teendőnk van, hogy be kell lépni a GTA Online-ba. Térjünk is rá a pódiumjárműre, ami nem más, mint a Neon, ezt a járművet lesz lehetőségünk most egy teljes hétig ingyenesen kipörgetni. Nagyon sok sikert kívánok hozzá mindenkinek. Nézzük is a Prize Ride-ot, nos ide pedig nem más került fel, mint a Sultan RS Classic, ahhoz, hogy ez is ingyenesen a tiétek lehessen. A top 5-ben kell végezni 12 utcai versenyen, ami azért nem hangzik annyira egyszerűnek, de nem is lehetetlen, úgyhogy sok sikert és kitartást kívánok ehhez is. És akkor szokás szerint jöjjenek a tesztautók, balról jobbra haladva, kipróbálhatjuk ezen a héten a Remust, a HKR-t és a Dinka RT3000-et is, úgyhogy pattanjatok be és menjetek néhány kört velük, mielőtt megvásárolnátok őket. Jöjjenek az akciók, 40%-kal olcsóbb ezen a héten az összes facility és a felújításuk is, 35%-kal az Ocelot Paria, a Coil Raiden, a Progen T20, a Thruster vagy más néven Jetpack, a Berridge, a Csernobog, illetve 40%-kal olcsóbb a Volatol, és van még egy akciónk, féláron kapható az összes MK2-es fegyver. Ennyit az akciókról, jöjjenek a pénzszerzési lehetőségek, folytatódik a Heist hónap, ami azt jelenti, hogy most a Doomsday Heist fizet dupla pénzt és RP-t, egészen pontosan az Act 3-as küldetés, illetve szintén duplás a Special Vehicle Work és tripla szorzósak a Deluxo versenyek, emellett pedig fontosnak tartom megemlíteni, hogy a bunkerben a Research 50%-os boostot kapott, tehát az is egy picit gyorsabban fog menni most a jelenlegi héten. Nézzük a két time trialt, ezen a héten az RC Bandítós time trial a Power Station, a Land Vehicle-ös pedig a Galileo Park, mindegyikért megszokott 101-105 000 dollár jár, úgyhogy mint mindig most is elmondom, hogy megéri foglalkozni velük, és nagyon sok sikert kívánok a teljesítéshez mindenkinek. És gyakorlatilag ennyi lett volna ez a mostani hét, nem mondanám túl extrának, de legalább a Doomsday Heist befejező Act 3-as része az jól fizet, úgyhogy azt mindenképp használjátok ki. Én pedig várom a hozzászólásokat a trilógiával kapcsolatban, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hamarosan találkozunk, én Dani voltam,